Az augusztus 20-ai rendezvényünk ünnepi műsorában elmaradhatatlan fellépő a Dunajvárosi Vasas Tánc Együttes. A kenyérszentelés előtt léptek fel a felnőtt, az ifjúsági és az utánpótlás csapat tagjai színes összeállítással. A néptáncos produkció után Cserna Gábor polgármester, Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester, Dr. Galambos Dénes térségfejlesztésért felelős miniszterelnöki biztos, Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei szervezetének elnöke, valamint a történelmi egyházak képviselői léptek a színpadra. Meg kell értenie az embernek, hogy nem véletlen hová születik, hol él, hova tartozik, milyen nyelven beszél, mit hisz, mire teszi föl az életét, mit tagad és mit nem val a magáénak, mit ölel magához és mit utasít el magától. Kodolányi János ezen idézetével kezdte köszöntőjét Cserna Gábor polgármester. Úgy fogalmazott, augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe Szent István emlékére. Ünnep a hazáért, a városért tenni akaró embereknek. Ezer esztendővel ezelőtt elődeink keresztény magyar államot szerettek volna, és azt is teremtettek. Maguknak és utódaiknak. Keresztény államot, mert érezték, hogy csak is a hitnek van teremtő ereje. Tudták, hogy a keresztény Európában csak egy keresztény magyar királyság képes gyökeret ereszteni. Független államot szerettek volna, mely védelmet nyújt az országban élő magyaroknak és nem magyaroknak. Egész pontosan a honfoglaló magyarok utódainak, az itt élő szlovákoknak, az északra húzódó szerbeknek, a Kárpátokon átkelő románoknak, a messzeföldről ide telepített dolgos németeknek, a kunoknak, örményeknek, zsidóknak, akik együtt harcoltak, a hunyadiak, az rínyiek, Rákóczi vagy éppen Kossuth zászlói alatt. A második világégés formailag ugyan életben hagyta a megcsonkított Magyarországot, de önállóságát 4,5 évtizedre elnyomta. 1990 táján kaptunk a történelemtől egy új ajánlatot. Az ajánlat lényege az volt, hogy a magyarok korábban már lemondtak történelmi országukról, akkor most mondjanak le a nemzeti államokról is. Mi magyarok 2010-ben ezt a történelmi ajánlatot elutasítottuk. Megérintett bennünket Kodolányi intelme, hiszen nem véletlen, hogy ide születtünk, nem véletlen, hogy mire tesszük fel az életünket. Rajtunk múlik, mit tagadunk és mit ölelünk magunkhoz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, időben ismerte fel a magyar nemzet, hogy a 21. század kihívásaira nem lehet 20. századi válaszokat adni. Nekünk a Jóisten, a gondviselő azt szabta feladatként, hogy magunkat és országunkat védjük meg. Ez a küzdelem egybeesik Európa védelmével. Tudjuk jól, érezzük valamennyien, hogy ezért sok köszönet nem jár. Mégis tesszük a dolgunkat, és megőrizzük Magyarországot a magyarok országának. Hiszen mi magyarok egy szabadságszerető nemzet vagyunk, és keményen kiállunk, mindig is kiálltunk az érdekeinkért. Ne féljetek! Ne féljetek! Ismételte többször II. János Pál pápa székfoglaló homíliáján. Károly Wojtyla bennünket is erősebbé tett. Nem vagyunk egyedül, erős szövetségesekre lehetünk a visegrádi összefogás államaiban. Együtt építjük a nemzetállamok Európáját. Cserna Gábor azt is mondta, helyi szinten is fontos feladatának tekinti, hogy fejlődjön városunk. A kormánynak köszönhető adósságkonszolidáció által pedig megkezdődhetett ez a folyamat. 9 éve dolgozom azért, és teszek azért képviselőtársaimmal együtt, hogy a dunajvárosi emberek polgári életminőséget érjenek el egy fejlődő, modern, ipari városban. Önkormányzatunk a kormány támogatásának köszönhetően visszafizette a város korábbi adósságait, és olyan fejlesztésekbe fogtunk, amelyek nem a jelenben tartanak, a jelenben kezdődtek el, hanem átvezetnek a 2020-as évekre. Munkánk eredménye egy fejlődő, egy versenyképes, egy turisztikailag vonzó város, melynek polgárai megtapasztalhatják, hogy igenis van jövője Dunajvárosnak. Az elmúlt években engedjenek meg, hogy néhány példát említsek.
Az elmúlt években bölcsödéket, óvodákat, iskolákat újítottunk fel. Átadtuk a járási hivatal új székházát. Átadtuk a felújított radari sporttelepet. Korszerűsítettük az Egyesített Szociális Intézmény Batsányi úti és Magyar úti telepeit. Jelenleg zajlik a házi orvosi rendelők felújítása a Béke, a Dózsa és a Római város részekben. Visszavásároltuk az élményfürdőt, felújítottuk és megnyitottuk. Az elmúlt hétvégén is, sőt a tegnapi napon is, annyira teltház volt a Dunási élményfürdőben, annyira szeretik a városiak és az ide látogató kedves vendége, hogy az építőkutya végén állt a parkolásra várók sora. Jó ütemben halad a Fabolyéva sportuszoda és a mozi rekonstrukciója. Határidőre elkészülünk szeptember végére a Vasnaút felújításával. Megmentettük a lepukkant, ha szabad így fogalmazni, az enyészetnek élő vidámparkot, melyet kalandparkokkal, sportpályákkal vehetünk birtokba ez év őszén. Komoly munka folyik a város északi területein is. Megkezdtük az északi lakópark csatornázási munkálatait. Ezzel megoldjuk az itt élő családok, dunaesi polgárok több évtizedes problémáját. És a kedvencem, ha szabad ilyen elfogultan fogalmazni, ez Dunajvás gyöngyszeme, ahol most is vagyunk. A Szalki-sziget és a Szabadstrand. Megígértük a város lakóinak, hogy a méltatlan állapotba került Szalki-szigetet visszaadjuk a Dunajvárosoknak. Igen, mára már kiváló a Szabadstrand és a Horgászöböl vízminősége. A sziget olyan rendezvények helyszíne, mint az Augustális, amely jelenleg is zajlik, a Rock Marathon, a Horgász és Halászvérfőző Fesztivál, strandröplabda, strandfoci, bajnokságok és egyéb események, például baráti társaságok hétvégi bográcsozásai, vagy éppen esküvők, mert szinte minden hétvégén a kempingben ifjú párok találkoznak. Így hát méltán népszerű a kempingünk és a sauna parkunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a beruházások ezzel nem fejeződtek be a szigeten, ez a jelenlegi állapot. Az önök hátra lévő Remix, valamint a kiszolgáló épülete, ahol én magam is tartózkodom, a színpad, az utak és a sétányok felújítása a következő lépés. Kedves dunajvárosiak, ilyen nagyságrendű fejlesztésekhez, mint amelyek már elkészültek, vagy éppen zajlanak, higgyék el, hogy Dunajváros önmagában kevés. Ehhez kormányzati támogatás kell. Ahogy idáig, így a jövőben, 2019-et követően is. Az elkövetkezendő októbertől induló önkormányzati ciklusban is szükség lesz a kormány és a városvezetés mindenkori összhangjára, együttműködésére, ahhoz, hogy Dunajváros, Megyőgó város fejlődése töretlen maradhasson. A polgármester gondolatai után következett az új kenyér megszentelése és megszegése. Az ünnepi asztalon helyet kapott a magyarok kenyere is. Ez egy olyan jótékonysági akció, amellyel a gazdák által felajánlott búzát a Kárpát-medence magyar lakta településein élő rászorulókat támogatják. Dunajváros is csatlakozott a kezdeményezéshez, júliusban volt a búza összeöntő ünnepség, ennek apropóján kóstolhatták meg az ünneplők most ezt a kenyeret.